Ebből elegem van. Én is kezdtem már unni. Csinálhatnánk már valami értelmeset. Újabb kalandok az ország legkínosabb sorozatából. Hogy jössz te ahhoz, hogy ítélkezz felette, he? Talán nem az volt. Kérdezz csak az elmebeteg apádat. Nem lehetne egyszer csendben vacsorázni? A kutya úristenit nem lehet! Laci fia be akarja fugázni Katát, úgyhogy gyertyafényes baszodát készít Gabi lakásán. Kata el is kezd vetkőzni, de mielőtt megtörténne a dolog, meggondolja magát. Ne, fáj! Majd azt kezdi terjeszteni, hogy meg lett erőszakolva. Á, nem volt az erőszak egyáltalán, csak éppen mint egy vadállat. Szóltam neki, hogy ne, hát ugyanúgy folytatta. Megpróbáltam ellökni magamtól, és ő észre sem vette. Andrásék pedig elég mérgesek, hogy az elkövetőnek nincs ízlése. Mégis milyen sapka ez, kivesz fel ilyet? Katáról nem is beszélve. András, nyugodj már meg! Hogy nyugodjak meg? Megerőszakolta a lányomat! Friss barátok közt áttekintő, ami úgy hiányzik nekünk, mint... egy jó kis érvágás. Ez volt az ország legkínosabb szappanoperája. Mi lenne velünk nélküle? Rögtön úgy mennének a dolgok, mint az olajozott lepkefény. Fogalmam sincs hogy, de emlékeztem, hogy volt egy boxmatch, ahol valaki földre küldi Willibát. Elég hamar meg is történik amúgy a sztoriban, és ez vagy még egyszer meg fog ismétlődni, vagy én emlékszem teljesen másképp a történtekre. Ugye megmondtam? Tehát Zsolt. Az előző részben, ahogy említettem, Furió segítségével elrabolja Gabit, Laci jelenlegi partnerét. Valaki köpött a zsaruknak Zsolt üzleteiről, így a rendőrség célkeresztbe vette. A legészszerűbb ebben a helyzetben az, hogy elrabolja azt, aki talán köphetett is. Kb. 3 napig volt Gabi fogoly, és amit ezután Zsolt kap, az nagyon durva. Konkrétan semmit, mivel rendőröket nem hívta senki, később vesz 2 hordozható mobiltelefont, Magdit, kezi csokolom. Menjétok a nappaliba, és akkor ott állt. Magdit, aki valójában bejelentette Zsoltot a rendőrségnél, pedig megvásárolja egy mosógéppel. Komoly, ez a sztori. Szia, mi olyan sürgős? A 16 éves Csaba úszni tanítja a 32 éves Nórát, majd egy az egyben leutánozzák Vágási Feri jelenetét. Oktatás közben megindul valami beteg románc közöttük. Az alapból 2 teljesen különböző karaktert úgy próbálják mutatni, mintha összeillenének. Na ezt figyeld! Ne reménykedj! Előbb a munka, és utána a kikapcsolódás. Volt vicc? Munka, és utána a kikapcsolódás. Nóra, hogy elterelje a figyelmet a kiskorú Csabáról, összejön egy igazi tirpák gyökérrel, akivel naponta lefekszik. Csaba rendkívül féltékeny lesz, úgyhogy követi, hogy megfenyegesse, majd a tirpák mindenki előtt ecsetelni kezdi, milyen pózokba szeret dugni Nóra, és végül megtöri Csabát is. Ő szeretne a Nórával legalább alul, de a Nóra meg nem vele akar, még felülről sem. Kikaparom a szemet, te degenerált gorilla, valami baj lesz! Erre Nórának az az ötlete támad, hogy a 16 évvel fiatalabb fiúval fog járni. Én is tudom, hogy nem lenne szabad belemenni, csak azt nem tudom, hogy miért. Mert Csaba még gyerek. Később bemutatom ezt a meredek kapcsolatot bővebben. Magdi anyus angol süteményt készít, Misi meg összezavarja a tájszólás angoljával. Amerikai sütemény, lemon, pine... Angolul van, de te biztos tudod, mit jelent, nem? Nem. Lemon pie. Lemon pie. Citromos sütemény. Nem lemon pie, inkább csak ne esd ki az ót. Valódi lementine. Lementine. Erről szó sem volt. Lementine. Lementine. Később, mint egy dealer, beállít Zsolt unalmas partiára, hogy megmentse szendvicsekkel. Kóstolják meg, nagyon finom. Na, az ilyen fiatalok mindig éhesek. Na hát, nem tudtam, mi helyezik az igazi házikhoz. Sonkás is van a kedvencem. Csorna tetszett tudni. Kaphatunk belőle mit?
Angyalnak tetszik lenni, így lesz ez az este az évszázad bulija. Én nem tudom, merre jártál eddig, haver, de szendvics ide vagy oda, ez biztos nem az évszázad bulija. Egyenek aranyoskáim! Abban a pörtötösben van még? Köszönöm szépen. Pörtötösben van még? Jézusom, mi lesz most? Ott kezdődik, hogy Zsuzsa felidegeli magát. Hagytam egy kicsit élni a lányodat. Na hát, köszönöm szépen. Ezekre gondolsz, hogy úgy öltöztetek, mint egy kurvát? Anya, csillapodjál már! És a rózsadombról lefelé gurulva Ákosra egy ijesztő esemény történik. Ja, nem az a típusú ember, aki hogyha... Mi van veled? Vigyél be a kórházba. Szülni fogok. Ja, csak szülni fogsz? Azt hittem, kiszívod az életerőmet. Zsuzsának persze azonnal szülnie kell, nincs idő kórházba jutni. Késő már jön. Nem lehet visszatartani? Ahogy lehet, gyere ide mellém. Jó ég. Azért hívja oda Ákos, hogy levezesse a szülést. Ez csak nem lehet. Most mi csinálunk? Itt a halad megszülni. Hívjál mentő gyorsan. Hát ehhez az Ákosnak nem kellett volna oda mennie. Ha azt képzelted, nem Ákos fogja levezetni a szülést, akkor tévedtél. Ákos, fázom. Hol vannak a mentők? Nem hallok semmit. Most fáj? Hát, most éppen, igen, fáj! Most mit csináljak? Ákos, nem megy, neked kell segíteni. Értem, eltávolítom az alsóruhát. Jézusom, látom a fejét. Megy! Miért mosolyogsz? Mert fáj! Mire a mentősök kiértek, már csak az utómunkát végezték el, így jutalmul Ákos kap tőlük egy fokhagymás csirkés kebabot. Na, vegye el, kollega! Amúgy 17 évesen nemhogy szülés levezetni sokkoló, de még pinát látni is. Ehhez képest Ákos megismételné. Erről a szűrésről mindig azt hittem, hogy olyan véres és gusztustalan, pedig egyáltalán nem az. Sőt, fantasztikus és szép. A hátam fájt és már elmúlt. Fájt? Majd akkor fog fájni igazán, ha leverem. Tudod, ha valakinek hirtelen a semmiből sok pénze lesz, mindig ugyanott jut eszembe. Hogy vajon mit követett el érte?